Történelmi képsorok. Záhony, 1991. június 19-e. Az utolsó szovjet katona, Viktor Jegorovics Silov altábornagy, a szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka elhagyja hazánkat. Csak nem fél évszázadon át, 47 esztendeig tartózkodtak szovjet csapatok Magyarországon. Mikor jöttek? Milyen szándékkal? Hogy maradhattak itt ilyen sokáig? Ideiglenesen. 1944. szeptemberében megérkeznek Magyarország területére a szovjet csapatok, megkezdődnek a magyarországi hadműveletek, és tulajdonképpen 1991. június 19-éig nem távoztak. Ezt követően természetesen van több szakasz, ugye 1947 február 10-éig a békeszerződés megkötéséig, mint megszálló erők tartózkodnak, Magyarország területén. Nagy reményekkel várt a magyar lakosság 1947. szeptemberét, amikor is hatályos lett ez a békeszerződés, de mint kiderült, a szövetségesek hozzájárulásával bekerült egy cikkely, ez a 22. cikkely, mely szerint Magyarország területén mindaddig szovjet csapatok tartózkodhatnak, ameddig Ausztriából ki nem vonulnak az ott lévő megszálló szovjet erők. 1947. február 10-ét a békeszerződés megkötését követően is itt marad az a négy hadosztály, biztosítandó az Ausztriában lévő szovjet csapatokat, Ennél sokkal kisebb erők is elegendőek lettek volna, hogy az utánszállítási útvonalakat, vasútvonalakat, hírközlő csatornákat ellenőrizzék, a folyamatos működésüket, használhatóságukat biztosítsák. Így ugye 1955-ben jött el újra a nagy pillanat, május 15-én Ausztria örökös emlegességet fogadva visszanyerte a függetlenségét és szeptemberig el kellett hagyni Ausztria területét a szovjet csapatoknak, így a 22. cikke is okafogyottá vált, tehát Magyarországról is távozniuk kellett. Viszont a magyar politikai elit nem először és nem utoljára úgy érezte, hogy a hatalom akkor van biztos kezekbe, ha a háttérben ott vannak a szovjet csapatok. Tehát 1955-ben Kivonulnak Ausztriából a szovjet csapatok, egy részük Magyarországon marad, ebből jön létre 1950. szeptemberében a különleges hadtest, amely négy hadosztályból áll, két gépesített gárdahadosztály, ez a második és a tizenhetedik, és egy repülő és egy repülőbombázó hadosztály. A gépesített hadosztályok közül az egyik Kecskeméten, rendezkedik be a parancsok a Kecskeméten van, míg a másik hadosztály körment, Szombathely, tehát az osztrák határ közelében maradnak. A hadosztályok 1956. júliusban és augusztusában készítik el, azokat a terveket, amelyeknek a végrehajtása 1956. október 23-án az esti órákban megkezdődik. Az október 24-én már a szovjet csapatoknak a fő feladata az, hogy a rendszert, a kommunista párt hatalmát megvédjék, megakadályozzák azt, hogy Magyarország kiszakadjon a szovjet érdekszférából. Miután erre a Magyarországon állomásozó erőkkel kevésnek bizonyulnak, Zsukov Marshal, a Szovjetunió fegyveres erőinek minisztere, már október 23-án az esti órákban utasítást ad arra, hogy újabb három hadosztály, ha kér, a kell erővel lépj át a szovjet-magyar, illetve a román-magyar határt, és induljanak meg Budapest irányába. Tehát 24-én újabb három hadosztály érkezik Magyarország területére, ezek közül kettő, a 128. Lövészhadosztály, illetve a 33 gépesített hadosztály erői bevonulnak Budapestre. A szovjet csapatok Budapestre történt bevonulása után a legfőbb követelésé Magyarország függetlenségének, szuverenitásának, szabadságának a visszanyerése vált. Tisztában voltak az ekkor már fegyverrel harcolók, a lakosság, hogy mindaddig érdemi változás nem következik be, ameddig Magyarországon szovjet csapatok tartózkodnak. Tehát 24-től Magyarország szabadságharcot folytat a Szovjetunióval szembe, a Szovjetunió háborút visel Magyarország a magyar nép ellen. 1956. október 28-án a szabadságharcosok sikereinek köszönhetően Tűzszünetet hirdetnek, 29-én a szovjet csapatok is beszüntetik a tüzet, de miután a budapesti harcokban oly mértékben dezorganizálódnak, ki kell vonni ezeket az erőket Budapestről. Ez az a rövid intervallum, amikor Moszkvában is felmerül, hogy Magyarországot mégiscsak kiengedik október 30-án fogadja el a Szovjetunió minisztertanács azt a nyilatkozatot, amelyben még azt is felvetik, hogy tárgyalásra készek a külföldön állóvásozó szovjet csapatok kérdésében új alapra az egyenjogúság viszonyait megvalósítva képzelik el a jövőben a szocialista országok és a Szovjetunió viszonyát, így Magyarországgal is a kapcsolatot. Tehát úgy tűnik, hogy győzött a szabadságharc, a szovjet csapatok távoznak Magyarország területéről, 30-31-én kisvonulnak Budapestről, de 31-én változik a szovjet álláspont, úgy döntenek, hogy egy újabb támadással megtartják Magyarországot, 31-én újabb hadosztályok érkeznek, így 1956. november 4-én a forgó szél, hadműveletet, a háború második hadműveletét már 17 hadosztály részei kezdik meg. Három nagy csoportosításba a megerősített különleges hadtestet visszaküldik Budapestre, és két hadsereg csoportosítás van, az egyik a Dunától, a másik pedig a Dunától keletre, hajtja végre a hadműveleteket. Ebben az időszakban a Varsói Szerződésben szövetséges magyar csapatokat ellenségként értékeli a szovjet vezetés, támadást indítanak a magyar laktanyák ellen, mutatva azt, hogy hogy viszonyulnak Magyarországhoz, a magyar szabadság kérdéséhez. November 4-e Követően Budapesten legkésőbb 11-én, Csepelen befejeződnek a harcok, a mecseki láthatatlanok még november közepétől november végéig hajtanak végre akciókat a megszálló szovjet csapatok ellen. 1957-ben a szovjetek felajánlják, hogy kivonják erőiket Magyarországról, Romániából is kiszeretnének vonulni. Románia él a lehetőséggel, de a magyar politikai vezetés nem biztos abban, hogy a szovjet csapatok nélkül egy újabb felkelést meg tud fékezni a rendszert a hatalmat, a kommunista párt hatalmát meg tudja védeni. 1957-ben a központi vezetőség júniusi ülésén Kádár János feltesze a kérdést: Úgy számogatom magamba, vajon, ha kimennek a szovjet csapatok, megállunk-e a lábunkon? Majd az önmagának feltett kérdésre válaszolva azt mondja, megállnánk, ez csak írtózatos harcok és véráldozat állán. Tehát a, a Kádárféle vezetés, Mindvégig tisztában van azzal, hogy a hatalom, a kommunista párt hatalmának a legtöbb támasza ugyanúgy, mint 56-ban a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok. 1957 elejére kialakul az a szervezeti struktúra, amelyben változás csak 1989. áprilisát követően lesz, főerői tekintve, öt szovjet hadosztály marad Magyarországon, illetve később újabb és újabb alakulatok érkeznek, főleg fegyvernemi, haderőnemi csapatok ezek közül kiemelendő, hogy feláll Magyarországon két hadműveleti rakéta dandár, amelyik Dombóváról és Tatáról a tervek szerint mérnek csapást, elsősorban München, illetve Olaszország irányába nukleáris fegyverekkel. Magyarország területén abban az időben mindegy száz helyőrségben diszlokáltak a szovjet csapatok. Magyarország területén a déli hadseregcsoport parancsnokság, amely 56-ba került ide Mátyásföldre, négy hadosztálynyi erővel, ezen hadosztályok Székesfehérváron, Kecskeméten gépesített lövész hadosztályok, Esztergomba, illetve Szent Szavadyá, harckocsi hadosztályok. A légierő az érdekes módon úgy diszlokált, hogy felőlelte Debrecenből indulva Debrecent, Kummadorost, házát, Tököl, sármellék, és volt két oldal, Kalocsa, ahol a harci helikopter ezred disztokált, és volt a mezőköves, ahol a váltásokat végrehajtó szállításokat hajtották végre. Ezeknek a csapatoknak ehhez igazodva kettős feladatuk van. Az első, hogy megakadályozzák azt, hogy Magyarország bármilyen módon eltávolodjon a szovjet túniótól, ha kell, akkor, mint 56-ban, ugye katonai erővel megtartsák, a másik pedig a Varsói Szerződés stratégiájának megfelelően, bár hozzáteszem a Varsói Szerződés, az egyben azt is jelenti, hogy a szovjet politikai és katonai vezetés stratégiájának megfelelően, tervezett délnyugati hadszintér irányába kedvező feltételekkel indítsa meg a támadást. A Varsói Szerződés bár az ENSZ alapokványának 51. cikkeje alapján egy önvédelmi szervezete lenne, látva a Varsói Szerződés háborús terveit egyértelmű, hogy rövid ideig terveznek védelmi hadműveleteket, de háborús veszély esetén megelőz az ellenséget, mind az atomeszközökkel, mert csapásban, mit pedig a csapatok bevetésével indulnának támadásra, és ebben Ausztria semlegessége sem tartotta volna vissza ezeket az erőket. Odafigyeltek arra, hogy a Varsói Szerződés alárendeltségébe, mondhatni a Szovjet Fegyveres Erők alárendeltségébe helyezett magyar csapatok nagyobb erőben önálló tevékenységet ne folytathassanak. A háborús tervekben szovjet alakulatok, hadosztályok között osztják fel a magyar erőket, biztosítva azt, hogyha probléma van a magyarokkal, akkor megfelelően ellenőrzék, kontrollálják, illetve kényszerítsék a Moszkvában eldöntött feladatok végrehajtására a magyar erőket. A magyar néphadsereg együttműködése ebben az időszakban egészen 1988-ig vagy a 90-es évekig úgy valósult meg, hogy egy adott esetben az alkalmazás vonatkozásában a déli hadsereg csoport egy front alakult volna át, és ez a front kötelékébe került volna alárendelésre az ötödik hadsereg. És az ötödik hadsereg is koalíciós erőt képviselt, mert adott esetben egy szovjet gépesített lövész hadosztály került volna át alárendelésre. Maga az, hogy ebben a fölállásban működött abban az időben a magyar néphadsereg és a déli hadsereg csoporttal együttesen egy sor kérdés meghatározott, meghatározta az alkalmazás kérdéseit, meghatározta atomfegyverek alkalmazásának kérdéseit, és természetesen az együttműködés dolgait is meg kellett, hogy határozza. Az első időszakban a 60-as évektől 1988 májusáig gyakorlatilag ez a csoportosítás támadó feladattal oldotta volna meg a REA háruló feladatokat, és 1988-tól pedig védelmi feladatra lett rendeltetve Ugye a, a Déli Hadseregcsoport és a Magyar Honvédség is. és évek elejére léteznek azok a technikai feltételek, amelyekkel élve a Szovjetunió képes tömegpusztító eszközöket, nukleáris tölteteket eljutatni az ellenséges országok területére. A hadműveleti hadászati tervek megszülettek, ezek arról tanúskodnak, hogy az első csapással, minden nyugat-európai nagyvárost igyekeznek elpusztítani, ahogy ezt ideologizálták, végül is a hátország megtörésével kell az ellenséges országok politikai vezetését megadásra bírni. Erre megint egy kicsit vissza kell nyúlni az időben, hisz ugye. 1960-as, 70-es évek ez a hidegháborús időszak, és a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának időszaka volt. Azért csak, hogy szemléltetésképpen ebben az időszakban 40 ezer robbanófej volt a világon, és több mint 5 ezer balisztikus hordozó rakéta állt rendelkezésre, hogy ezeket az eszközöket célba juttassák. Ez a folyamat gyakorlatilag a jelen napjainkig is tart, és most már olyan ezer vagy ezer alatt vannak a robbanófejek, és 700-700 körül vannak a célba juttató eszközök. Ebben az időszakban, 60-as évektől kezdődően a magyar néphadsereg is egy fejlesztést, fejlődést, korszerűsítéseket hajtott végre. Ekkor került étrehozása az 5. Hadsereg Parancsnokság és 1963. január 1-ével kezdődően került létrehozásra az 5. önálló harckocsi ezred, és később ugye rakét a Dandár, és 62-től 67-ig bezárólag a hadosztályoknak felállításra kerültek a harcászati rakétaosztályai. Ez 67-ig bezárólag azt jelentette, hogy 9 darab hadműveleti harcászati rakéta ahol rendelkeztünk, és 18 darab had, ö, harcászati rakétával. Akkori időben a hadmeti harcászati rakéták 170 km-es hatótávolságú, a harcászati rakéták 30 km-es hatótávolságú. Itt ö, fölvetődött, hogy ezen eszközök hogyan kerülnek robbanófejjel ellátásra. 1966. márciusában volt egy gyakorlat, úgynevezett meteor gyakorlat, amelyen modellezték azt, hogy adott esetben hogyan lehet ezeket az eszközöket ellátni a robbanófejekkel. Akkor euh, légiszállítás, vatosi szállítás, szállítás gépjármű szállítás, és gyakorlatilag megállapításra került, hogy ez így nem jó. És akkor került elhatározás, hogy Magyarország területén létre kell hozni egy olyan bázist, ahol a magyar néphadsereg részére robbanó fejek tárolásra kerülnek. 1966-ban megérkeznek Magyarországra az első nukleáris töltetek, az első a háború első szakaszához elegendő tervezett nukleáris tölteteket szállítják Magyarországra, és a Szovjetunió és Magyarország kötött szerződés alapján ezeket a tölteteket egy helyen a Balatontól nem messze, Nagyvázsony környékén képített objektumban Kismoszkva elnevezésé, magyar Elnevezés szerint Duna objektumban tárolják. Megépült a Kis Moszkva. Ez egy teljesen szovjet laktanya, amely két részből állt, egy úgynevezett laktanyai rész, ahol a három darab négy emeletes épület, 104 darab fedett garázs, sportpályák, legénysége állomány részére körletek, és egy zárt része került, ahol kettő darab föld alatti atomtároló fejek tároló alkalmas objektum került kialakulása és egy szerelőcsarnok. Ez a szerződés 1986-ig élt, abban az időbe ezt szovjet részről az akkori honvédelmi miniszter, magyar részről Kádár János írta alá. Az itt létrehozott... Alakulat nem tartozott a déli hadsereg csoport rendeltségébe. közvetlenül a moszkvai vezérkar utasításai szerint járt el, a töltetekhez is csak moszkvai döntést követően juthatott volna hozzá. Tulajdonképpen a magyar tapolcai alakulat is akkor kapta volna meg a robbanó tölteteket, ha Moszkvában erre engedélyt adnak. 1987-ben a szerződés meghosszabbításra került, aláíró a szovjet részről a honvédelmi miniszter, magyar részről akkor leadásra került, és a magyar honvédelmi miniszter Kárpáti Ferenc írta alá. Természetesen ez szuper titkosként volt kezelve, külön piros csikos Nyilatkozatokat kellett aláírni, hogy semmi körülmények között erről nem szabad beszélni, és egy nagyon szűk kör, néhány ember, vagy néhány, a hosszú évek során néhány tíze, tíz ember ismerhette ezt meg. A 60-as évek elején a magyar politikai vezetés e, e, tudva, hogy e, Érkeznek a töltetek, itt vannak az eszközök, Magyarország területét is atomcsapások fogják érni. Gondolkozik azon, hogy hogy lehetne a lakosságnak minél nagyobb részét megvédeni. Tisztában vannak azzal, hogy 8-9 nagyváros az, amelyik első körben atomcsapás, miért mik azok az objektumok, amelyeket terveznek elpusztítani. Megszületnek az ezzel kapcsolatos számvetések is, ami azt jelenti, hogy hozzávetőleg másfél-két millió magyar halna meg az első csapások következtében, a magyar politikai vezetés képtelenné válna, az ország irányítására, illetve az ország működésének gazdasági feltétele is megszűnnek. Kezdetben építési programban gondolkoznak, de ez túl drága, és végül a politikai bizottság tárgyalásán megszületik a döntés, hogy nem azért nem kell lovójáket építeni, mert nagyon drágák, hanem azért, mert nem védik meg a lakosságot. Mondja Kádár János, Münik Ferenc mindezt hozzáteszi, hogy a kitelepítésem célra vezető, mert nem biztos, hogy a Pilisben Budapest lakossága megmenthető, vagy ismerve az atomcsapások térképét Magyarországon nagyon kevés olyan terület maradna, ahova a lakosságot ki lehetne telepíteni. Ekkor hangzik el Münik Ferencnek az a mondata, hogy Hiroshima tapasztalatából tudjuk, hogy voltak japánok, akik az árokban feküdve életben maradtak. Tehát tulajdonképpen a balajar politikai vezetés minden további nélkül feláldozta volna Magyarország lakosságának nagy részét, nagy többségét, hiszen egyre nagyobb mennyiségű atomcsapást tervezett Amerika, tervezett mérni Magyarországra a hatalma megvédése érdekében, és eljut a, odáig ez a politikai vezetés, hogy teljesen lemond a magyar haderő alkalmazásának lehetőségéről, a, a Magyarország háború céljai szempontjából fontos képességeit egyértelműen szovjet alárendeltségbe helyezi. Ekkor még nem tudtak arról, hogy a Szovjetunió a helyzet reális ismeretéből kiindulva Ukrajnába Magyarországtól nem túl távol kijelölt egy területet, ahova a magyar lakosság megmaradt részét tervezték kitelepíteni. A kis háború időszakának vége felé a Szovjetunió már rendkívül rossz gazdasági helyzetben van, válságok bontakoznak ki, próbál a Szovjetunió lépést tartani az Egyesült Államok által diktált fegyverkezéssel, próbál megfelelni a csillagháborús elképzeléseknek, mindez abba az irányba tolja Gorbacsovot, hogy csökkenteni kell a külföldön állomásozó szovjet csapatok erejét. Az ENSZ közülésén jelentéve Gorbacsov, hogy első körben 500 ezer külföldön állomásozó szovjet katonát hazavisznek, és a magyar politikai vezetés is érezte, hogy ebben az átmenti időszakban fontos, a függetlenség, a szuverenitásnak visszanyerése. Itt tárgyalások kezdődtek meg arról, hogy Magyarországról is vonuljanak ki a szovjet csapatok. Első tárgyalások eredményeként megállapodnak abban, hogy 89. április és júniusa között az itt állomáshozó szovjet erők egyötödét kivonják, ez nagyjából 10-12 ezer szovjet katona, több mint 300 harckocsi, hozzávetőleg egy hadasztály az, amely távozik Magyarországról. Egy gondolat erejéig visszatérő a bécsi haderő csökkentési tárgyalásokra. 1990. január 10 és 16 között gyűltünk össze Bécsben 35 európai vezérkarfőnök, Igészítve a amerikai és a kanadai vezérkorfőnökökkel. És január 10-én egy nyolc szem közti tárgyaláson volt a szovjet vezérkorfőnökkel, Mósejev vezérez, hadseregtábornokkal, a Gyenyisó vezérezredes, akkori csoport csoportfőnökkel, magyar részről személyemen kívül vadászi Tibor vezérőrnagy vett részt, és hangsúlyozottan <coughs> akkor vetettem föl utoljára, a német Miklósnak a kérését, hogy mivel 90 áprilisában Magyarországon választásokra kerül sor, erre az időszakra mindenképp vigyék Magyarország területéről a robbanó fejeket. Ekkor ígéretet kaptunk erre, és gyakorlatilag 1990. február közepén kaptam egy olyan telefont, hogy kimehetünk az objektumba, megtekinthetjük, hogy üres. Miután a Szovjetunió helyzete továbbra sem javul, és a belpolitikai helyzet is a rendszerváltoztatás irányában mutat, így a vezetés újabb és újabb tárgyalásokat kezdeményez annak érdekében, hogy a szovjet csapatok hagyják el Magyarország területét. Ebben jelentős állomás, 1990. március 10-e, amikor megállapodás születik arról, hogy 1991. június 30-áig -a, a szovjet csapatok távoznak Magyarországról. 1990. január 5-én Német Miklós miniszterelnök levelet írt Riskov szovjet miniszterelnöknek, amelyben kijelölte a magyar tárgyaló delegációt, Somogyi Ferenc akkori külügyi minisztérium államtitkárt és személyemet. Tehát gyakorlatilag ekkor kerültünk közvetlen kapcsolatba a tárgyalások előkészítésére és a szerződés megfogalmazására. A kivonási tárgyalások 1990. január tól kezdődően március 10-ig bezárólag kerültek végrehajtásra. Ennek is van két vonulata. Az első vonulata az a már előbb általán felsorolt delegáció Magyarország területén folytatta le a tárgyalásokat Gyakorlatilag a magyar részről, mint már említettem, Somogyi Ferenc meiszter Dávid személyem, Réti Tibor kom, ö, Karácsony Imre vezérről Nagyú Szovjet részről, Iván Abaimov, akkori szovjet ö, nagykövet volt a delegáció vezetője, a katonai szekciót Am Omelicev vezérezredes. A szovjet vezérkar főnök első helyettese vezette, tagja volt Burlakov vezérezredes az akkori déli hadseregcsoport parancsnoka, és gyakorlatilag több fordulós tárgyalásokat folytattunk. Abban nem volt vita, hogy a folyamat végére egy szerződést kell létrehozni. A fő vitapontok a következők voltak. Egy. A szovjetek arra hivatkozva, hogy nem volt kellő idő a felkészülésre, a megállapodás során létrehozott időponti javaslatok kétszeresét szerették volna elírni. Tehát nem 91-be, hanem 92 vagy 93-ra fejeződjenek be, hogy megfelelő feltételeket tudjanak teremteni a hazatelepülő csapatok részére. Ez volt az egyik. A másik, a szűkös átteresztő kapacitás az Áhony térségében naponta nem akartak kettő vonatnál többet fogadni, gyakorlatilag a végén négy vonatot tudtunk elrendezni, hogy napi négy vonatot fogadjanak. A harmadik ilyen nagyon nagy csomóponti kérdés volt, ez az elszámolás kérdései, hogy kerüljenek elrendezésre. A szovjetek azt szerették volna, hogy minden egyes katonai objektum, ahol ők kivonulnak, az külön kerüljön elszámolásra. Ez lehetőséget teremtett volna részükre, hogyha nem sikerül egy-egy helyőrségbe elszámolást elvé, le állítani, le kellett volna állítani a csapatkivonást. Ezeket sikerült mind elhárítani, és gyakorlatilag a tárgyalás sorozatok folyamán Eljutottunk oda, hogy ö, március 8-án, ez egy 1990. március 8-án, egy vasárnapi nap, az utolsó tárgyalásokat Mátyásföldön a Bullakov vezérezerezessel folytattuk le, ahol még szintén azt hozta elő, hogy nem volt kellő idő a felkészülésre. Ebbe, e, ebben a szituációban én kénytelen voltam akkor neki felolvasni, a békeszerződést, amely azt mondta ki, hogy ha Ausztria területéről kivonják a csapatokat, akkor Magyarország területéről az utánpótlás útvonalak biztosítása résztvevő csapatokat 90 napon belül ki kellett volna vonni. És mondtam neki, hogy hát 55-től vagy ettől a, ezért nem volt ez a 40 év, közel 40 év elegendő, hogy ezt átgondolják. Hát, ezzel ő gyakorlatilag véglegesen vissza kellett, hogy vonuljon, és e, akkor megállapodtunk már abban, hogy a szerződés 10 cikket fog tartalmazni, és ennek a szerződésnek szerves részét fogja képezni egy melléklet, amely a csapatok kivonásának naptári ütemtervét tartalmazta. Ez vasárnap volt március 8-án, 9-én utaztunk ki Moszkvában, 1990. március 9-én, és akkor a tárgyaló delegációhoz az ellenzéki pártok részéről három képviselő csatlakozott. A szabaddemokraták részéről Demszki Gábor, a Fidesz részéről Kósa Lajos, és a Magyar Demokrata Fórum részéről Raffai Ernő. Az utolsó simításokat, az utolsó tárgyalásokat március 9-én Moszkvában elvégeztük, és március 10-én 10 órakor a szovjet külügyminiszter Eduard Severnadze és a magyar részről Hongyula alá tudták írni a kivonásra vonatkozó szerződést. És szerződésben megállapodtunk abban is, hogy két nap múlva, 1990. március 12-én déli 12 órakor hajmáskér vasútállomáson elindul a szovjet katonavonat. A szerződés megkötése időszakában a következőre törekedtünk még, hogy úgy állítottuk össze a, azt a kivonási táblázatot, hogy első időszakban, 90. március-áprilisában a légierő egy része, a harci eszk a atomeszközök alkalmazásának eszközei, tehát a hordozók, kerüljenek kivonásra. Utána az egyik gépesített lövész majd a harckocsi adosztály is befejezésképpen egy másik adosztály. Erre már csak három hadosztály maradt. Utána a légvédelmi eszközök és az anyagi technikai eszközök. A MÁV részéről is egy hatalmas munka került megszervezésre és elvégzésre. Több mint 1350 katonavonat mozgott ebben a másfél évve, az ország területén. Ezeket el kellett ugye ide száll, ide hozni, záhonyba záhonyba, átszerelni, hogy ugye a széles, keskeny és a széles nyomtáv megoldásra kerüljön, és mintegy 27 ezer különböző technikai fegyverzetés és technikai eszköz került elszállításra több mint fél millió tonna különböző anyagi eszközök. Ennek a biztosítása ő, óriási munkát és erőfeszítéseket jelentett a MÁV részéről, ahol a magyar néphadsereggel, később a magyar honvédséggel szoros együttműködésben sikerült megoldani a feladatot. Záhonyba került telepítésre egy operatív csoport, amely folyamatosan figyelemmel kísérte a ütemtervnek megfelelően a vasúti szállításokat, és ahol szükséges volt, akkor közbeavatkozott. A Magyar Honvédség részéről egy operatív vezető állomány került kijelölésre 90. március 12-én hajmáskéren a akreditált katonai előtt mutattam be Annus Antal akkor került helyettesennek általános helyettesnek kinevezésre, és annak a munkacsoportnak lett a vezetője, amely a kivonást levezényelte, és az elszámolást végigvitte. A fő törekvésünk itt a kivonás során az ütemter fontos betartása volt. A másik dolog, amit nagyon odafigyeltünk arra, hogy a környezetvédelmi előírások lehetőleg betartásra kerüljenek. A törekvés volt a Szovjet részről, és többször javaslatot tettek, hogy úgynevezett közös KFT-ket szerettek volna létrehozni, hogy bizonyos csápok itt maradhassanak, és az anyagok egy részét szerették volna át, nem átadni, eladni részünkre. Ezekben nem született megállapodás és természetszerűleg a anyagi elszámolás az hosszú időn keresztül elhúzódott, mégpedig 1990 és 92 re sikerült lezárni. 91. novemberében Antal József akkori miniszterelnök járt Moszkvába, és elősegítette az elszámolás kérdéseit. Járt Magyarországon Jelcin, akkori orosz elnök, és a végleges elszámolás akkor fejeződött be, még pedig úgynevezett nevezett elszámolás keretében egyik fél fizetett egymásnak. Itt a probléma az volt, hogy a szovjetek rettenetes környezeti károkat hagytak maga után. A másik probléma, hogy az általuk megépített épületek egy része nem felelt meg a magyar szabványoknak. Külön gondot és problémát jelentett, hogy a ránk szakadt, Objektumok őrzésvédelme. Meg kellett szervezni és biztosítani kellett. Ezt a kezdeti időszakban a magyar honvédség állományában mindegy négyezer fővel hajtottuk végre, és a későbbiek során a pénzügyminisztérium alárendeltségében és irányításával megalakult az úgynevezett Kincstári Vagyonigazgatóság, amely átvette ezen objektumoknak az őrzésvédelmét hát jelen napjainkban is még ott tartunk 30 év után, hogy talán még mindig vannak olyan objektumok, amelyek még az enyészeté, de vannak nagyon szép példája annak, hogy ezek az objektumok hogy milyen formában kerültek felhalmozásra, korszerűsítésre és felhasználásra. Megtörténik a rendszerváltozás, megalakul 1990. májusában a új Országgyűlés, amely dönt arról, hogy felmondják mindazokat a szerződéseket, amelyek sértik Magyarország szuverenitását, így e, például a Varsói szerződést is. E, már ezt megelőzően Antal József a Varsói szerződés politikai tanácskozó testületének ülésén e, javasolta, hogy vizsgálják felül a Varsói szerződés funkcióit, és minden olyan feladatot, jogosítványt szüntessenek meg, amely az európai helyzetjavulása következtében veszélyezteti a békét, amely Magyarország háborús szerepvállalásával függ össze. Eldől az, hogy Magyarország, Lehetőség szerint elérve azt, hogy a kiválásunk időpontjára a Varsói Szerződésnek legalább a katonai szervezete megszűnjön, elhatározza, hogy 1991 végéig, ha kell, egyoldalúan elhagyja a szervezetet. De arra is vállalkozik, hogy aktív diplomáciai tevékenységgel elérje, hogy a Varsói Szerződés erre az időpontra megszűnjön. Antal József javaslatára létrejön egy különleges bizottság, kormány meghatalmazott bizottság, amely előkészíti az általa javasult változtatásokat, megvizsgálja, hogy mi az, amit a Varsói Szerződés alapokmányában meg kell változtatni. A tárgyalásokat megelőzően háttér diplomáciai beszélgetéseken végül is eléri a magyar küldöttség, hogy a csehszlovákok és a lengyelek csatlakoznak a törekvésünkhöz, és Szófiában zajlik az a tárgyalás, amikor a Szovjetunió kénytelen tudomásul venni, hogy a Varsói Szerződés nem tartható fenn, nem csak a fegyveres erők szüntetik be a tevékenységüket, szűnik meg az Egyesített Fegyveres Erők Főparancsnoksága, hanem a politikai tevékenységére sincs szükség, így 1991. július 1-ére a Varsói Szerződés megszűnik, ezzel Magyarország visszanyeri szuverenitását, pár nappal korábban, június 19-én az utolsó szovjet katona, Silov tábornok jelképesen elhagyja Magyarország területét, Magyarország visszanyeri függetlenségét, szuverenitását. 何